Tegnap óta tartanak a parlamenti választások Csehországban. 22 párt, mozgalom és pártszövetség méri össze támogatottságát. A közvélemény kutatások szerint a jelenleg is kormányzó ANO mozgalom 27%-kal végezhet az első helyen. Andrej Babis miniszterelnök kijelentette, utoljára indul a miniszterelnökségért. Csehország történelme legjobb időszakát éli, a kormánynak nincs semmi oka a szégyenre. Az ANO párt vezetőjeként utoljára szállok ringbe a miniszterelnöki székért. A választók tudják, mire szavaznak, eltökélt, bátor és szorgalmas kormányfő vagyok. Európában is a csehek érdekeit képviselem. Most kapcsolunk Prágába, Bartal Tímához. Szervusz Tími, meddig tart a szavazás? Jó napot kívánok! Nagyjából másfél órájuk van még a cseheknek, hogy leadják a voksukat a parlamenti választásokon, hiszen 14 órakor bezárják a szavazóköröket Csehország szerte, és elkezdik összeszámolni a szavazatokat, úgyhogy ez alatt kell eljutniuk még valamelyik szavazókörbe azoknak, akik szeretnének voksolni. Egyébként tegnap nagyon nagy volt a forgalom a szavazókörökben, ma már azt jelentették az egyes településekről, hogy csendesebbek a szavazókörök. Ennek ellenére nagyon sok településről jelentették, hogy a szavazásra jogosultak már több mint 50%-a, sőt valahol több mint 70%-a leadta a voksát, úgyhogy arra számítanak, hogy legalább olyan 60% körüli lesz a részvételi aránya választásokon. Tehát 14 órakor bezárnak a szavazókörök, után elkezdik összeszámolni a szavazatokat, és az első nem hivatalos végeredményekre már az esti órákban lehet számítani. Ekkor derül ki az, hogy kinyerte a választásokat, az előrejelzések szerint egyébként a legesélyesebb Andrej Babis miniszterelnök pártja az ANO mozgalom, és nyilván, hogyha ő nyeri meg a választásokat, akkor ő kap kormányalakítási megbízást az államfőtől, és elkezdődhetnek a tárgyalások. Andrej Babis azt mondta, mindenkivel tárgyalni fog, akik bejutnak a cseh törvényhozásba, kivéve a kalózpártot, amely szerinte túlságosan liberális és túlságosan brüsszeli befolyás alatt áll. Bartal Tíma, köszönjük szépen!